szépen a lévben, akkor már is megkezdődhet a ceremónia. Hölgyeim és Uraim, akkor neki látunk, szeretettel köszönünk mindenkit, tehát megkezdődik a bronzérem átadás ünnepélyes keretek belül, és természetesen ezennel lezártak, tekinthetjük ezt az idei szezon. Az MKS részéről szeretettel köszöntöm Novák András, az MKS operatív igazgatóját, és dr. Brénec Attilát, az MKS igazgató tanácsának elnökhelyettesét, és köszönjük szépen, hogy lejöttek és átadják az érmeket, a bronzérmeket, úgyhogy a pályára szeretnénk hívítani őket, és kérjük kezdjék meg az átadást, az érmek átadását, és úgy mondtam, nem de név szerint, illetve nem a sor szerint mondom, hanem név szerint, ahogy nekem fel van írva. Úgyhogy egy nagy tapsot kérünk szépen a bronzérmeseinknek, ugyebár 6-os percben játszott ebben a szezonban Asma Elgói, 8-as percben Simone Böve, 10-es percben Takács Eszter, 12-es Szilvia Szolver, 13-as Kamilla Oszti, 16-os Denisa Tenó, 17-es Katarina Jezsics, 22-es Gabriela Periano, 23-as Sukdelli, 27-es Eszter Enzeligo, 32-es Andrea Kovetic, 39-es Markóczi Dorina, 55-ös Volt Kira, 71-es Tatjana Mirova, 88-as Andrea Erősedics, és 99-es mezben Mireia González. De természetesen vannak még, akik a szezon elején velük voltak, őróluk is megemlékezünk. Nevezetesen Sárosi Naletta, Johanna Dravi, Mazák néve Csilla, és Geiger Melinda, ők alkották tehát a játékosokat, és persze van nekik egy komoly szakmai stábunk is, nevezetesen a mi kis vezetőedző, Toro Vermoer, másodedző, Bentár, kapusedző, Pastovics Melinda, a csapatorvosodótól Kisegyházi Attila, Masszöri Bibó Tamás, a rehabilitációs edzők Vaskó Réka és az erőléti edzők Szlobodan Aszila. És kérem még a menedzsment részéről átvetik az érmeket a klub elnöke Fodor János, az operatív igazgató Vintér Zoltán, a létesítmény igazgatója Szörnyi Sándor, a sajnos média vezető Vino Bence, és technika igazgató Bitter Miklós. És járok a Sőnél és Uraim, tehát a pályán a Siókó KC csapata átolszik. És elkészül a csapatfotó. Hát nehéz lesz bevésedődni a kapuba, de valahogy csak megoldjuk. Természetesen maradjon még a csapat. Mert hogy azért, ahogy az minden évben lenni szokott, most is történnek majd változások szezon végén és a következő szezon elején.
ezért készül, elhízül nekünk a tuti szelfit. És kérem szépen, kerüljünk egy picikét nézőkének hangulatba, mert hogy ami jön, annak jönnie kell, az érzékeny búcsú. Hölgyeim és uraim, jöjjön az, ami mindegyünk számára egy szomorú pillanat, a búcsú pillanata. Így a klub szeretne elköszönni a távozó játékosoktól egy kis ünnepség keretén belül, ennek adunk helyt most, amit rendeződnek a sorok, és elkészülnek a fotók. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, kezdésképpen két fiatallal kezdjük, saját nevelési játékosokról van szó, akikkel kapcsolatban mindenképpen érdemes kihangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk és szerettük, hogy itt voltak, és hogy nem végleg búcsúznak a csapattól, hanem minden bizonnyal kölcsönbe mennek. Köszönjük szépen Takács Eszter és Barkóczi Dorinára! Köszönjük szépen a közreműködést! És akár is mondhatnánk, hogy a mai játékot. Úgyhogy természetesen. Mert ugye az ajándék jár, a csokor virág, és természetesen a mélyt változom. Mert hogy már ilyen formában is elérhető lassan. És akkor jön a folytatás. A következő játékos 2018 nyarán érkezett a Balaton partjára. Egy nagyon rutinos irányítóról van szó, aki mindig a maximumot próbálta gyújtani az itt eltöltött egy év alatt. De ahogy azt láthattuk tegnap, és természetesen előtt fordul az ilyesmi, egészségügyi okok miatt szüneteltetnie kell pályafutását. Tekintsük meg egy videóbejátszást.